A napokban futó tűzként terjedt a hír, hogy dopingvédségen érték a tavalyi Székelyvágta győztesét, Fazakas Géza Gamma nevű lovát. Az érintett elfogadja a teszt eredményét, de azt mondja, nem volt szó szándékos dopingolásról. A pozitív dopingteszt eredményeképpen Gyergyószárhegyet kizárták a nemzeti vágta idei és 2017-es futamából is. Fazakas Géza úgy érzi, magyarázattal tartozik. Ez a ló dopping nélkül is meg tudja csinálni, amit várok tőle, fogalmazott a lovas. Szerintem most csak azt kellene kideríteni, hogy Gamma szervezetébe az egészségügyi gondjainak kezelése során került-e véletlenül tiltott szer, vagy valaki hátsó szándékkal juttatta azt oda. Istáló őrség se volt a kamerázási rendszer 4 napon keresztül. Ezt próbáljuk valahogy határozottan elmondani, hogy tudtunk szerint olyan szert a ló abszolút nem kapott, ami az ilyen lovasportokban nem megengedett. Fazakas Géza szerint az, hogy nem őrizték annyi ideig a lovat, a szervezők felelőssége. Ugyanakkor nem vitatja az eredményt, nem is kívánja megismételtetni a tesztet. Mivel a dopingbotrány nem vett jó fényt sem rá, sem a lóra, sem Gyergyószárhegyre, önszántából biztosan nem okozna ilyen kellemetlenséget, hangsúlyozta többször is a lovas.